Az biztos, hogy nagy lesz az ára kérdés, csak az, hogy a 2013-as alatt vagy felett fog tetőzni a Duna. A települések polgármesterei mindenhol igyekeznek civileket mozgósítani a védekezéshez. Piknikre várták a város részben élőket, segíts nekünk megálmodni az erdő jövőjét, ezzel a felhívással érkeztek a MATE tájépítés diákjai Törökhegyre. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez az ES Televízió hétfesti 8 órás híradója. A Dunakanyar térségben készülnek az árhullám fogadására. A települések polgármesterei mindenhol igyekeznek civileket mozgósítani a védekezéshez, az előrejelzésekkel kapcsolatban pedig abban bíznak, hogy a 2013-as árszint alatt tetőzik majd a Duna. Az árhullám csúcsát péntekre várják, napokkal előtte azonban Szőligetnél a 2-es főutat, Verőce felé pedig a 12-est is lezárják majd. Nagymaroson a vízmércébe vésték 1923. februárjától az árvizek szintjét. Legfelül az utolsó adat a 2013-as árhullám, ami 7 méter 51 centiméternél érte el a mindenkori legmagasabb szintet. 2004-ben elkészült a település mobil és betongált védműrendszere, amely a tervezők szerint a 2013-ashoz képest 30 cm-rel nagyobb vizet is képes megfogni. A marosiak is abban bíznak, hogy nem kell ekkora terheléssel megbirkózni a palánkfalnak, mert nem lesz nagyobb az árhullám, mint 11 évvel ezelőtt. Verőce partjait is osromolni kezdte a Duna, erre még jócskán jön utánpótlás. Ibl Miklós szobra mégis maga biztosan szemléli a zavaros vizet. Az általa tervezett 6 méteres kőfal eddig mindig megvédte az ártól a települést. Vác és Verőce között viszont jól látható, hogy hamarosan eléri a víz a 2-es utat, ezért ott útzára kell a hét közepétől számítani. Folyik a megbeszélés, a közútkezelő, a Váci rendőrkapitányság, a katasztrófavédelem és a vízügy között. Az útlezárással kapcsolatban nyilván nagyon fontos, hogy a megfelelő időben, ugye nehogy átázon a töltés, a 12. számú főútnak a töltése, a teherautóforgalom előre ezt el kell majd zárni. 7 méteres vízmagasságban pedig, a nagymarosi 7 méteres vízmagasságban pedig már átbukik a 12. számú főúton a Duna felől a víz, tehát mindenféleképpen le kell zárni a Váci körforgalomnál, Katalin puszta felé lehet majd vélhetően kerülni. Nem csak Vác észak irányába kell majd útzára számítani, Szőligeten is pakolják a homokzsákokat, itt is az Unió által kiírt pályázat biztosított 400 millió forintot az önkormányzatnak, hogy a 2013-as árhullám után megépítsék a védműrendszert. Vác déli szomszéd települése Síkterepre épült, ezért a 2-es főút község felőli oldalát is meg kell védeni az árhullámtól. Úgy számítják, talán szerdán, legkésőbb csütörtökön zárják a főutat. A Szőligeti speciális otthont is ki kell üríteni, ha a vízszint előrejelzések beigazolódnak. Az ellátottak a helyi iskolában lesznek elszállásolva a védekezés alatt, mondta a polgármester. 80 embert kell kitelepítenünk, őket csak az általános iskola tornatermébe tudjuk elhelyezni, hiszen ott van mosdási lehetőség, főzési lehetőség. Viszont ebben az esetben oktatási szünetet kell elrendelnünk az iskolában. A Váci polgármester vezetésével egész délelőtt ülésezett a Védelmi Bizottság. A város jelentős szakaszán kell majd felépíteni a homokzságátat. A legmélyebb pontok a Burgundia városrész, illetve a Diadaltér, valamint a teljes Sétány és Kisvác egyes részei. Matkovics Ilona közleménye szerint a vízügyi szakemberekkel, katasztrófavédelemmel és váci civilekkel közösen szervezik a város védelmét. Hétfőn 100 katona, 50 tűzoltó és 20 vízügyi szakember érkezett, hogy részt vegyenek az árvízi védekezésben. Mellettük önkénteseket is várnak. Összességében már hétfőn jelentős létszámmal töltötték a homokzsákokat a Váci vár alatti alakulótéren, de várnak még segítőket is. Az Országos Vízjelző Szolgálat legújabb jelentése szerint a Duna, illetve pénteken tetőzhet Vásznál, ami akár a 2013-as szintet is meghaladhatja.
Szeptember 13-án látta vendégül testvérvárosait, köztük Vác küldöttségét Ipolyság. A fogadás alkalmával a partneri együttműködést is megerősítette Vác a felvidéki településsel. Ebben az évben három testvérvárossal is jubileumot ünnepelt az önkormányzat. Jervenpével a 40. Ipolysággal a 20. Otrokovicével a 10. évfordulót erősítették meg aláírásukkal a polgármesterek az idei vigalomban. Szeptember 13-án pénteken a Váci delegáció részt vett szlovák testvérvárosunkban, Ipolyságon a 42. alkalommal megrendezett honti kulturális napokon, amely a felvidéki város egyik legjelentősebb programsorozata. A kezdetben a helyi és környékbeli népszokásokra, néphagyományokra összpontosító fesztivál fokozatosan nőtte ki magát. Ugyan sokat változott az évtizedek alatt, ám a népi hagyományok ápolása, a helyi értékek felkarolása a mai napig jelen van a programban. A kedvezőtlen időjárás miatt a szervezők elhalasztották a tervezett szabadtéri rendezvényeket, az esemény programjai közül pedig a protokoláris rendezvényt a Városháza épületében tartották meg. A hivatalos látogatásra a Váci polgármestert elkísérte Kis Zsolt alpolgármester, továbbá dr. Alt Gyula, a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Vác díszpolgára. A fogadás alkalmával Zahar Pál és a Váci polgármester megerősítette Vác és Ipolyság kapcsolatának 20. évfordulója alkalmából a partnerségi szerződést. Matkovics Ilona beszédében hangsúlyozta, a testvérvárosi kapcsolatok nem csak a politikusoknak fontosak, hanem hogyha jól csinálják őket, akkor fontosak az ifjúságnak, fontosak a művészeknek, a kulturális vezetőknek, a sportolóknak is. Nagyon megható pillanaton vagyunk túl, hiszen 20 év két város között, ez egy nagyon hosszú idő, és nagyon boldog vagyok, hogy én vagyok az a polgármester, aki ezt a 20 éves jubileumot megerősíthettem az aláírásommal. De mint ahogy itt korábban elhangzott, egy határ ugyan elválaszt minket, de szerintem minden polgármester társam is úgy gondolja, és én is úgy gondolom, hogy mindig hazajövünk, összeköt minket a történelem, összeköt a nyelv, és összeköt a kultúra. Ezt megerősítendő, el kell, hogy mondjam, hogy az 5 év alatt számos kulturális rendezvényen vettem részt itt Ipolyságon, és Vácon is az ipolysági vezetők többször voltak nagy örömünkre. Az a kedvesség, az a szeretet, az megerősíti az emberben azt, hogy otthon érzi magát, és ez egy fantasztikus érzés. A polgármester külön köszönetet mondott dr. Alt Gyulának, aki a testvérvárosi kapcsolat működtetésében kiemelt szerepet lát el. Az ünnepélyes megnyitót követően műsort adott Ipolyság három testvértelepülése, Héjhalom, Veresegyház és Vác. Majd a nemzetközi folklór találkozó csoportjainak fellépése következett. Felmentette ügyvezetői munkaköréből a Váci Városfejlesztő Kft. Vezetőjét a testület, a volt cégvezető erre közös megegyezéssel és végkielégítéssel bontotta a munkaszerződését az önkormányzattal. A pénteki ülésen végül többségi szavazással döntöttek a képviselők, miszerint pályázat útján fogják kiválasztani a Váci Városfejlesztő Kft. Új vezetőjét. A pályázat a vac.hu oldalon is elérhető. Környezetvédelem a kreativitás erejével. Az elmúlt évek sikerei után a Duna-Dráva Cement Kft. Idén ősszel is elindította a zöld megoldás pályázatát a Baranyai és a Váci régiókban. A tervek beadási határideje december 2-a. A Duna-Dráva Cement Kft. Küldetésének tekinti, hogy a fenntarthatóság jegyében a jövő generációjának egy élhetőbb, zöldebb világot hagyjon örökségül. Annak érdekében, hogy mindez a gyakorlatban is megvalósulhasson, ismét elindítja a már hagyománnyá vált zöld megoldás pályázatot a Baranyai és a Váci régióban, olvasható a DDC felhívásában. A fókuszban a környezetvédelem címet viselő pályázat során idén is olyan kreatív projekt ötleteket várnak, amelyek a fenntarthatóság jegyében készülnek. A pályázat célja, hogy olyan innovatív elképzelések születhessenek, amelyek inspirálják a közösségeket a környezettudatos életmódra. A vállalat 3-3 millió forint támogatást nyújt a Beremendi és a Váci térségben, további 1,5 millió forintot a pécsi kis régióban. A pályázók szakértővel is konzultálhatnak az elképzelésekről.
A benyújtás szeptember 4 és december 2 között lehetséges. Bővebb információ a DDC honlapján olvasható. Beázás miatt határozatlan ideig zárva tart a bibliotéka gyermek részlegen, hívta fel a figyelmet a Váci Katona Lajos városi könyvtár. Az olvasók a visszahozni kívánt gyermekkönyveket a felnőtt könyvtárban tudják leadni. A gyermekkönyvek kölcsönzése viszont határozatlan ideig szünetel, tették hozzá. Közölték azt is, hogy az intézmény csütörtöki családi programja is elmaradnak. Elstartolt a tanév az egészségügyi középfokú intézményben, a Sejében is. A középiskolai oktatás mellett felnőtt képzésekre is folyamatosan lehet jelentkezni, még mindig a mentőápoló és a gyógymasszőr szakmák a legnépszerűbbek. Két ágazatban hirdetett meg felnőtt oktatási képzéseket a Selye János Egészségügyi Technikum. Az egészségügyi mellett a szociális területen is képeznek szakembereket. Egészségügy ágazaton belül három szakmával, általános ápoló, amelyik 3 éves képzésünk, illetve rehabilitációs terapeuta gyógymasszőr kimenettel, illetve 2 éves mentőápoló képzés van jelenleg az iskolánkban. Szociális ágazaton 2 képzést tervezünk indítani, a 2 éves 8 általános iskolai végzettségre épülő szociális ápoló és gondozó, valamint az érettségére épülő szintén 2 éves kisgyermekgondozó nevelő képzésünk. Bár az eddigi évek tapasztalataival szemben a kisgyermekgondozó nevelő képzésre nem jelentkeztek elegendően, más szakmák esetén a jelentkezők száma meg is haladta az eddigi évek átlagát. Tapasztalataik szerint legnépszerűbbek a mentőápoló és a gyógymasszőr képzésük számít, mondta el Dallosné Király Erika. Bízunk benne, hogy a kisgyermekgondozó nevelő képzésünkre is, akár még egy október elejé kezdéssel, illetve ha ez nem sikerül, akkor februári indulással lesz elegendő jelentkező, és el tudjuk indítani ezt a képzésünket is. Bár az egészségügyi ágazaton belüli képzéseik már szeptember 13-án elindultak, a jelentkezés minden szakképesítésre folyamatos. A tanulni vágyó felnőtteknek pedig több lehetőségük is van. Az iskolánk honlapján a sejeszki.hu-n a felnőtt képzés fül alatt találnak jelentkezési lapot a tisztelt érdeklődők, de természetesen e-mailben történő megkeresésre küldünk jelentkezési lapot, illetve itt az iskolánkban személyesen munkaidőbe meg tudnak keresni bennünket, és ki tudják itt a helyszínen tölteni a jelentkezéshez szükséges adatokat. Segíts nekünk megálmodni az erdő jövőjét, ezzel a felhívással érkeztek a Mate tájépítész diákjai Törökhegyre. Piknikre várták a város részben élőket, és 2 napon át gyűjtötték az információkat a helyiektől alsó és felső Törökhegyen, annak érdekében, hogy a vélemények figyelembevételével újraértelmezzék a zöld területek funkcióit. A gyermekbarát város témakörét vizsgált a Törökhegyen a Kultúraktív Egyesület a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítész hallgatóival közösen. Alsó Törökhegyen többek között arról végeztek felmérést, hogy mit gondolnak az ott élők az erdőről, milyen fejlesztésekre vágynak a gyermekek természetigényét figyelembe véve. Törökhegy izgalmas téma, mindenféle legendákat megismertek az itt töltött idő alatt, mondta el a híradónak Szilágyi Nagy Anna, a Gyermekbarát Vác projekt koordinátora, hozzátéve, van, aki itt él, van, aki futóként és közlekedési folyosóként használja a környéket, sokaknak van benyomása a helyről. Most az aktuális projektünk, ez a Gyerekbarát Vác nevet viseli. A Magyar Agrártudományi Egyetem és a Kultúraktív Egyesület együttműködésében indítottuk el ezt a projektet. Alapvetően egy Erasmus pluszos pályázaton indultunk el közösen. Ennek az átfogó témája a részvételi tervezés, és hogy hogyan tudunk klímabarát, fenntartható városi környezetet biztosítani magunknak, lakosoknak, és így élni. Céljuk, hogy megértsék és megvizsgálják, milyen természetélményben van részük a helyi gyerekeknek. Erre próbálnak jövőképet építeni a helyiek megmozgatásával.
A projektben résztvevő tájépítész diákok 4 fős tímekben dolgoztak. Ki van helyezve rengeteg játék, gyurmák és ezek a Playmobil figurák, amikkel a gyerekeket jobban meg tudjuk szólítani, esetleg kiválogathatnak maguknak olyan figurákat, amik hozzájuk illő, vagy tetszik nekik, akár a lovacskát is választhatják, és utána beszélgetést kezdeményezünk velük, hogy ők milyen fejlesztéseket, vagy milyen lehetőségeket látnak így az erdő, a Törökhegyi úti erdőnek a jövőjében. Például itt a kisfiú rajzolt nekünk, ilyen, mondjuk ez most pont a Dunapart, de aki már idősebb, ő írhat is nekünk, hogy miket szeretne látni majd itt a jövőben, és ezeket figyelembe véve mi ilyen fejlesztéseket találunk ki, és ilyen terveket készítünk. Vizsgálódásaikból eddig kiderült, ezen a területen nagyon sok új család lakik, de a közelben nincsen sem játszó, sem közösségi tér a számukra. Ezért tanulmányuk kidolgozása során fő szempontjai közé veszik, hogy ezeket a természetközeli élményeket biztosítsák nekik, fejtette ki a tájépítész hallgató. Kedden derült időre számíthatunk, Vác felett felhők, csak késő délután takarhatják az eget, némi csapadékra. Este számíthatunk, mérsékelt észak-nyugati szél kíséretében. Hajnalra reggelre pára, köd képződik, és melegedés veszi kezdetét, a hűvös hajnalt követően a csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Szerdán több napsütés várható, az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan fordulhatnak elő kisebb záporok. Reggelre pára és ködfoltok képződhetnek. A legmagasabb hőmérséklet már 22 és 25 fok között alakul. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió hétfő esti híradóját látták. Hírnyagainkat megtalálják honlapunkon, az estv.hu oldalon, ahol online is láthatóak vagyunk, de követhetnek minket a Facebookon és a YouTube-on is. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!